elveszítettük a meccset, a csapat hajtott végig. Hogyan értétek ezt meg belülről? Lehetett volna esetleg egy döntetlent ebből csinálni? Hát az az igazság, hogy a Győrnek az első fél időben volt elég sok helyzete, így, meg kihajtok egy 11-est is, szóval így, hogy egyet kaptunk, azt mondjuk megköszönhetjük. A második fél időben próbálkoztunk, szerencsére visszaadta a sors a 11-est, most már mivel minden meccsen kapunk egyet, így mi is kaptunk, és így ki tudtunk egyenlíteni, hát próbáltunk hajtani, küzdeni, nekünk nagyon sokat számított volna legalább ez az egy pont, hát nem jött össze. Csináljuk tovább a dolgunkat, jövő héten megpróbáljuk megverni az Zalaegerszeget, csak ez lehet az egyetlen célunk. Érezted az erőt magatokban, vagy benne volt a lehetőség, hogy gólt rúgjunk, vagy azért egy olyan annyira jobb csapat, hogy ez a meccs ez úgy egy papírforma vereség, aztán majd az Zalaegerszeg ellen inkább? Hát papírforma vereségnek nem mondanám, mert így nem úgy állunk hozzá, hogy most jó, a Győr a második, és mi meg ott vagyunk hátul. Ez nem törvényszerű, ki kell kapni, egyszerűen megint így jött ki a lépés. Amikor kiegyenlítettünk, akkor én úgy éreztem a csapatban, hogy ki tudjuk húzni. Hát aztán kaptunk egy ilyen fura gólt. Hát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nekünk, hát ami a Győrnek jó helyre pattan, az nekünk nem pattan jó helyre, meg aláfutunk. Hát a szerencsés remélem megjön hamar. És akkor még a végén arról a bizonyos 11-esről kérdezhettek, az olyan kintről olyan kicsit olyan furcsa szituáció volt, ugye mentetek egymás mellett, és úgy tűnt, hogy gyakorlatilag fölöslegesen húztad el a kezét az embernek. Hát vissza lehet nézni, elkezdett hadonászni a kezével, én csak próbáltam, hogy én is, mivel hogy elférjek, hát nem engedhettem el, nem visszahúztam, egyszerűen csak a kezét tettem arrébb, hát rutinos játékos, volt olyat válogatott, elesett. Mondta is nekem utána, hogy mondom, nem értem hozzád, azt mondja, hát épp elég volt, hogy ennyi. Úgyhogy jól csinálta, sajnos.